úgy tűnik, hogy a magyar dolgozóknak nincs beleszólása lényegében az évvégi bértárgyalásokba, legalábbis ilyen információk jutnak hozzánk vissza, és ilyen kép rajzolódik ki. A hírekből ugyebár arról értesülhettünk, hogy a minimálbért 16, a garantált bérminimumot 14%-kal emelték meg, hangsúlyozom és jelzem, hogy egy 20%-os inflációs környezetben, de erről állapodtak meg a nagy szakszervezeti konfederációk és a kormány. Aki esetleg nem ismerné ennek az egésznek a hatásmechanizmusát, annak számára el szeretném mondani, hogy ez úgy működik, hogy vannak a nagy szakszervezeti konfederációk, amelyek magukban foglalnak különféle tag szakszervezeteket, és nyilván a tag szakszervezeteknek van tagsága. És ennek úgy kellene működnie, hogy a tag szakszervezetek kikérik a dolgozók véleményét, hogy mire lenne szükségük, milyen ajánlattal menjenek a tárgyalásra, ezt az ajánlatot pedig a konfederáció vezetőinek továbbítják, akik egyébként jelzem több millió forintot kapnak évente támogatásként a kormánytól. Az a helyzet, hogy ez viszont nem történt meg, így nem nevezhető ez valós tárgyalásnak, ugyanis az érintettek véleményét lényegében senki nem kérdezte meg, és ha kutatjuk az okokat, hogy Magyarországon miért tapasztalni azt, hogy a dolgozók részéről nincs igazán nagy igény a szakszervezetiségre, illetve nem lépnek be a különféle szakszervezetekbe, akkor bizony a problémák szőnyeg alá söprése helyett erre is rá kell mutatni, és a mi hazánk, mint a dolgozók pártja erre rámutat, na nem azért, mert mintha mi öncélúan szeretnénk valakit vagy valamit támadni, nem ezért, hanem azért, mert érdekeltek vagyunk abban, hogy Magyarországon végre legyen olyan szakszervezetiség, amely kellő erővel és érvénnyel tudja képviselni a magyar dolgozók érdekeit, úgyhogy szorgalmazzuk, hogy a jövőben ezekbe a bértárgyalásokba széleskörűen vonják be a magyar munkavállalókat is.